hogy mindig van valami. Mondanám, de nem merem, mendegél a mandarin, ez bomba jó, ez bomba jó. Mondanám, de nem merem, mendegél a mandarin, ez bomba jó, ez bomba jó. Jaj, édes Márikám, nagyon szépen köszönöm, a teját nagyon finom volt. Albert hívott. Ez bomba jó, ez bomba jó. Jó, csak én szét ne robbanjak az idegességtől. Robbanó sikert aratni, az az én szokásom. Látom, humoros kedvedben vagy. Édesem, a humor az élet ajándéka. Albert is tisztában van ezzel. Csak valahogy én nem tudok nevetni az ő jobb poénjait. De miért? Hát mit csinál? Ő semmit. A nővére érkezett meg Debrecenből, és Albert be akar mutatni neki. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Hát persze, hogy elmész, Márikám. Jó, de... A szakit megbízd rám. Hogy fogsz odaérni a fellépésedre? Egy urinő mindig késik, és ezt az én drága, szeretett közönségem is tudja. Biztos, hogy meg tudod oldani? Igaz, hogy bolondos művész vagyok, de nem vagyok óvodás. Jó, feltétlenül kínáld meg a szerelőt egy üdítővel, benn van a hűtőben. Ja, és a pénzt megtalálod az asztalon. Jó, jó, menj már, mert Alberték várnak. Mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo. Mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo. Mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo. Mo-mo-mo-mo. Nem baj. Mo-mo-mo-mo-mo. Ó. Mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo. Mo-m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 o
Hát, jó reggelt, az olyan unalmas lett volna, azt hiszem. Ez pedig illetlenségre vall. Túl érzékeny a humorra, asszonyom. A hallgatózás sem poénos. Istenre nem hallgatózt, hanem szerintem a fél utcára kelt, hogy maga mulat. Én mulatok. Én nem mulatok, hanem beénekelek. És nem tudna engem is beljebb énekelni a küszöbről? Jöjjön. Na, hol az a csap? Előn. Jó, akkor előre. Előre, erre menjek tovább? Ott elől. Jó. Erre? Igen. Cipőt ne vegyem le. A bugaci határon van nékem egy cigányom, nem költöm a pénzem patikára. Kislányul az ölembe, húzatom a fülembe, úgy fütyülök vígan a világra. Mert az ember így jókos-pityókos fővel pertut iszik hajnalban a krumpli csőssze. Ne hagyja abba! Bocsánat, csak elkapott az ihlet. Remekül csinálja. Minden hang a helyén van. Mondja, tanult énekelni? Mi? Dehogyis. Csak a nagymúterrel mindig hallgattuk a jó ebédhez szóra nótát. Bámulatos. Volt egy kedvenc énekesnél valamilyen Klára. Győr Iványi? Az. Igen. Ismeri? Hát olyannyira, hogy én vagyok. Azt a mindenit. Ha azt a nagymúter megérhette volna, hogy a Győr Iványi Klára barátnőjénél csinálom a csapot. Na, végzett a munkával, trillázhat is velem. Vagy nincs kedve? Mo. Jaj, nem ez. Ennek már vége. Most a paprikás szalonna is a fél deci következik. Én mindjárt jövök, addig végezz el a munkáját, jó? Kislány ül az ölembe, húzatom a fülembe. Így, de tirim, tiririm. Mi van, Márikám, te hazaérkeztél? És hogy érezted magad? Remekül, majd mesélek. Jó. És került megjavítani a csapot? Hát ez a ti rettenetesen tehetséges. A szerelésben? Nem, az éneklésben. Nagyon jót mulattunk. Gondolom, mert a csap még mindig csöpög. Hát Márikám, te nem azt mondtad nekem, hogy a fürdőszobai csap rendetlenkedik? A konyhait mondtam, Klárikám.
Na, most hívhatom el másodjára is. Nem. Ne törődj vele, én majd elintézem. Legalább nótázunk egyet. De abból már én sem maradok ki.